A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szeretettel köszöntöm Önöket, a Nálatok Mizut látják. Néhány héttel ezelőtt egy delegáció látogatott Opolébe, melyben, meg kell valljam, jó magam is részt vettem, és a mai vendégeim, akik itt helyet foglalnak mellettem, ők is résztvevői voltak ennek a delegációnak. Szeretném, hogyha egy picikét jobban megismernék őket. Nagyon sokszor lehet ővelük találkozni itt a Fehérvár Televízióban, akár interjúkon keresztül, akár bármilyen színpadi szereplés kapcsán, akár. Úgyhogy most szeretném őket bemutatni. Itt ül mellettünk Halász Etelka, a polgármesteri hivatal munkatársa, majd elmondjuk, hogy mi mindennel foglalkozol. Jó napot kívánok! Itt van velünk Lerner Zsolt alpolgármester úr is. Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a nézőket. És Strasser Domonkos, tanár, szakos egyetemi hallgató. Igen, most meg kellett, hogy beszéljük, hogy mi a titulus a Domonkosnak, mert hogy annyi féle van, majd erről is fogunk beszélgetni. Igen. Úgyhogy szeretettel köszöntelek titeket, és örülök, hogy újra együtt lehetünk. Köszönjük szépen a meghívást. Azt el kell, hogy mondjam a nézőknek, hogy néhány héttel ezelőtt, egészen pontosan május közepén jártunk ugye együtt Opolében. Ez egy szerintem nagyon szuper négy nap volt. Négy nap volt. Utazás sok volt. De mondjuk azért el a nézőknek, hogy miért voltunk mi Opolében, milyen küldetésünk volt. Szerintem sok felületen megjelentek ugye hírek arról, hogy járt egy delegáció Opolében, de azért egy kicsit részletesebben is most beszéljük ezt. Tehát szerintem nagyon jó élménnyel gazdagodtunk mindannyian. Melyik ötök kezdi? Kezdem én akkor. Opole város sereg aktív és ügyesen pályázik közvetlen Európai Uniós forrásokra, és úgynevezett ilyen soft programokra is, mint például az Európai Partnerség jövője és jelene témában hívott meg gyakorlatilag testvérvárosi partnereket, testvérvárosokat, és delegációkat állítottunk össze. Opole testvérvárosai közül részt vett Alitus, ők Litvániából, két német testvérváros, Potsdam és Bonn, Csehországból Bruntál, és Székesfehérvár Magyarországról. A legsokoldalúbb, a legszínesebb delegáció szerintem mi voltunk, mivel tényleg a tanár szakos hallgató, aki egyébként meg színész is, gyakorlatilag végtelenül széles spektrumot, verstáborosok, szóval győzni, könyvtár, akkor a lengyel kisebbségi, vagy nemzetiségi önkormányzatnak a képviselője, Andrzej, aki ugye a napokban kapott magas lengyel állami kitüntetést, tehát vettünk részt nemzetiségi önkormányzatnak a vezetőjét, mivel Opolében ilyen több ezres ukrán kisebbség él, nyilván a háború véget. És ez egy fontos momentum volt, és egy fontos küldetésünk volt részemről, illetve mondhatni egy részünkről, hogy ők mindannyian a maguk szakmai és a maguk civil partnerségét, illetve a maguk civil kapcsolatait erősítsék, és tovább haladjanak, ugyanúgy a könyvtár, az iskola, tehát a Ligetsori Vörösmarty iskola, akkor a hallgató önkormányzat, akkor mi, mint önkormányzat. Meséljünk akkor erről a programról. Ezen dolgoztunk, hogy minél szélesebb körben tudjunk kivinni, és adott esetben a kapcsolatok építése ilyenkor a fő cél. Ugye maga a programnak a fő témája is a partnership volt, tehát erre törekedtünk, és úgy gondolom, hogy sikerült is ezt azért megvalósítani, és bízunk benne, hogy lesz folytatása, hisz ez az EU-s pályázat, amiben mi most részt vettünk a lengyel testvérvárossal, ez nem az első volt, és Doma sem véletlenül került bele a csapatba, hisz ő is második alkalommal volt oszlopos tagja ennek a projektnek, kvázi szóvívője a szakértő beszélgetésben is ő képviselt bennünket, úgyhogy
Akkor mondjuk el a nézőknek, hogy mi volt itt a program, mert ugye egy picit, hogy időrendben menjünk, és akkor még egy kicsi kitérő, mielőtt erre válaszolnátok, amikor a buszba beültünk, akkor tényleg mindenkinek ez volt a kérdés, hogy miért mi? De most akkor ezt így nagyjából megválaszoltátok, hogy ugye mindenféle területről szerettetek volna. Gondolkoztunk a területekről, polgármester úrral volt egy egyeztetés, és akkor utána igazándiból akiket ismertünk, akikkel dolgoztunk együtt, akit a szakmai, úgymond szakmai háttér ajánlott, és akkor velük felvettük a kapcsolatot, megkérdeztük, hogy ráír-e, tényleg jó-e az időpont, és örültünk, hogy igen. És mindenki nagyon örült neki tényleg. Volt egy 9 órás útunk odafele is, meg visszafele is, de szerintem az is nagyon jó hangulatban tett. És akkor az, hát úgymond a kötelező program az ugye másnap kezdődött, és hát ott ugye, ami nekem furcsa volt, hogy így hirtelen szétlettünk osztva csoportokra, tehát még nem is nagyon volt időnk így összemelegedni, már szétlettünk osztva más nemzetiségű csoportokkal, és akkor az ugye egész nap a partnerség jegyében zajlott. Igen, a témák felvetése, a különböző problémák európai uniós kérdésekkel kapcsolatos, ugye akár 2 éve is, igen, végülis ez volt, csak akkor online tudtunk kapcsolódni ehhez a projekthez, most pedig személyesen. Maga a struktúra, az azt gondolom, hogy nekünk is részben azért új volt, tehát tényleg ez, hogy szétszedtek bennünket, de azt gondolom, hogy ez is segítette azt az ismerkedési folyamatot, hogy nem egymás között magyarul megbeszéljük, hogy mi a probléma, hanem igenis itt rá volt úgymond kényszerítve a csoport, hogy a különböző városokból érkezett delegációkkal, angol nyelven, ugye ez is egy kitétel volt, hogy a csapattagok tudjanak kommunikatívan részt venni ebben a programban. Uh-huh. Tehát ott az első ismerkedős napon, mondjuk akkor pont veled nem voltunk együtt, de ugye ott ebéd környékén, amikor találkoztunk, akkor megbeszéltük, hogy hát mennyiféle dolgot csináltunk ma aznap. Ti nektek milyen tapasztalatok volt? Mert ugye ti egy kicsit úgy jobban összejöttetek ott a fiatalok, és én azt láttam, hogy nagyon mindenki olyan nagyon lelkes volt, meg ugye én azt vettem észre a nap végén, hogy talán a mi csapatunk volt az, aki a legaktívabb volt, ugye? Igen, talán ezt szerintem elmondhatjuk így mindenféle részrehajlás nélkül, hogy szerintem a mi közösségünk, vagy az a mi kis delegációnk volt talán a legösszeszokottabb, és tulajdonképpen az volt a szerencse, hogy amit ugye most elmondhatok, hogy tulajdonképpen ismertük egymást, még hogyha így kollektíven nem is, de nyilván voltak kapcsolatok, és vannak kapcsolatok közöttünk, ami tulajdonképpen máig fennmaradt, és tulajdonképpen tovább él, ez a partnership, hogy most erősebb utalást ne tegyek, és itt tulajdonképpen szerintem ez volt az alapja ennek a jó hangulatnak, ami nálunk erre a kis workshopos közösségre is átült, és érdekes volt figyelni, hogy amíg más testvérvárosok küldöttei, hát volt egy ilyen kezdeti ismeretlenségből adódó kis tartós távolság, addig érdekes nálunk így meg volt ez a jó hangulat, úgyhogy hoztuk a formánkat. És szerintem, hogy korosztály szempontjából, és ugye törekedtünk, hogy a fiatalakat bevonjuk, de azért volt úgymond ez a középkorúakat is képviseltük. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez is segített ahhoz, hogy ez hatékony legyen, és jó legyen a végkifejlet. Igen, volt olyan testvérvárosuk, akik egy nyugdíjas klubot küldtek el, és fiatalokat fordítani, meg tolmácsolni. De az is nagyon szép volt látni, hogy milyen jól együtt dolgoztak az idősebbek a fiatalok generációval. Igen. Arra emlékszem, hogy az első nap végén volt ez a vita, voltunk egy teremben, és akkor ketté lettünk osztva, és vita volt, és a végén már felállva kiabált mindenki, mert hogy annyira beleéltük magunkat a szerepbe, úgyhogy ez is nagyon jó volt, meg hát másnap akkor beszéljünk egy kicsit arról, hogy neked mi volt itt a feladatod, mert hogy volt egy olyan... Hát, záró összegző esemény. Talán az már az volt, a záró része? Vagy még ez még a második nap volt, ugye azt hiszem, amikor vitára, vagy fórumra bocsátották de nem volt benne vita, és akkor szakértők ugye kiültek, volt ott egyetemről, talán egy professzor, nem tudom, milyen minőségében volt, igen. Te ezt a jobban tudod, hogy... Igen, ott az úr, aki mellettem ült, hogy ott a lengyel részt, meg a lengyel felet képviselte, bár megmondom őszintén, most nekem is nehezemre esik feleleveníteni, hogy ki volt pontosan, milyen titulusa volt, de ő ugye az egyetem
az Opolei Egyetem részéről érkezett, meg hát nyilván ugye ott voltak a testvérvárosok képviselői, mellettem ugye a Bonnból érkezett hölgyült, akkor volt egy fiatal fiú, aki ugye a cseheket képviselte, úgyhogy tulajdonképpen mindenki igen fölküldött egy képviselőt, már mint meg szakértőt, hát ugye szakértő papíron voltam szerintem abban az esetben. Ez arról szól, hogy a civil szféra hogyan értelmezi ezeket a kérdéseket, problémákat, hogy a különböző területekről érkező kvázi hétköznapi emberek, akik mégis aktívak a civil társadalomban, hogyan látják az adott témát. Ez most épp a partnerség volt, és azért mélységekben merül föltérképeztük, hogy ez a különböző területeken, akár oktatás, akár a civil egyesületek területén, akár az önkormányzatok között, ez hogyan néz ki a valóságban és a gyakorlatban. És nagyon jókat mondott. Igen, és nagyon-nagyon jókat, és emlékezünk vissza, hogy még volt online bekapcsolás is az ukrán testvérvárosból, Ivano-Frankivskból. Igen. És hát ő azért hát az érződött, ugye, hogy a háború kapcsán ő azért sokszor emlegette ezt, hogy a partnerség az milyen fontos ugye más országokkal, és hogy hálás azért, hogy ugye küldtek adományokat mindenféle országokból. Többek között Fehérvár is küldött Opolén keresztül Ivano-Frankivskba adományokat, ugye ez tavaly nyáron. És aztán volt közben polgármesteri látogatás is, volt közben azt a nemes gesztust, azt azért mondjuk el, hogy ugye minden alkalommal, amikor Opole testvérvárosunkból érkezik küldöttség, akkor itt nálunk a Katyni keresztet ugye megkoszorúzzák együtt a városvezetők, és hát ugye amikor meg fehérvári delegáció megy, akkor meg ott van egy 56-os emlékoszlop, és ugye rajta van az országalma is, és hogy nekünk is volt egy ilyen gesztusunk ott, hogy akkor egy ilyen koszorúzást megtettünk, és utána találkoztunk polgármester úrral is, igen. Sőt, még több, ez volt az első hivatalos napirendi pontunk, hogy reggel másnap megérkeztünk, aludtunk, reggeli után mentünk Kopjafát megkoszorúzni Arkadiusz polgármester úrral együtt. Igen. A lengyel vendégszeretetről mi a véleményetek? Hát ugye, akkor hagyj mondjak én először egyet, azért, mert már nagyon sokszor volt lehetőségem és alkalmam Opolébe delegációban kiutazni. Itt meg kell említeni, hogy az, hogy ilyen nagyon jó és széleskörű a lengyel testvérvárossal a kapcsolat, annak az alapja, én úgy gondolom, azon kívül, hogy itt Fehérváron is van ugye lengyel nemzetiségi önkormányzat, illetve egy kis közösség, akik nagyon aktív és segítő tagjai ennek a kapcsolatnak, hogy van egy magyar-lengyel barátság napja dedikáltan a két ország között, amiben Székesfehérvár Fejér megyével, illetve Opole város, Opole vajdasággal most már több mint egy évtizede aktívan együttműködik, és ez azt jelenti, hogy minden évben március 23-án mi Székesfehérváron, illetve Opolében ellátogatunk, megemlékezünk, programokat generálunk, ez lehet kulturális, tudományos jellegű, nagyon széles sport. Gasztronómia. Igen, gasztronómia. Ugye a filmet is készítettünk a Covid alatt. Úgyhogy nagyon széles körű ez az együttműködés, és nagyon sokat segít, én úgy látom a gyakorlatban, hogy van egy kinevezett napja a két ország közötti kapcsolatnak. Ezt mondjuk ki, hogy ez március 23-án van minden évben, és tényleg ez az a baráti kapcsolat, amit a Covid sem tudott kikezdeni. Meg nyilván nem is volt szándéka, remélem, de nem, tehát hogy tényleg nagyon erős szövetség és nagyon erős köteléke van két népnek a barátságának, illetve a két város barátságának. Ugye ezt 1958-tól datálódik Opole és Székesfehérvár kapcsolata. Ott volt egy Karol Musiol nevű polgármester 1950-es évek végén, talán egész 70-es évek elejéig, nagyon hosszú ideig regnált polgármesterként, és neki köszönhetjük tulajdonképpen, hogy neki is köszönhetjük, hogy Opole és Székesfehérvár hát először úgymond civil kapcsolatai a gyerekeken keresztül, majd cégeken, iskolákon keresztül, és valamikor 72-ben hivatalosan és testvérvárosi szerződést kötöttünk velük, majd későbbiekben pedig a
két megye, Opole Vajdaság és Fejér megye kötött ilyen fontos szerződést. Ők is már vagy 25 éve. Régen, igen. Együttműködnek. Igen, és hogy ez tartalommal van megtöltve mindig, tehát hogy tartalmas az együttműködés, nem csak ilyen himi-humi. Uh-huh. Nagyon sok szép emléket ápolunk egyébként a Magyar-Lengyel Barátságot. Tényleg a színházban is évekig voltak gála előadások, nálunk is, náluk is. És magát érdekes. A város milyennek találtátok? Aki még nem járt ott. Gyönyörű volt. Egyszer volt már egy pár évvel ezelőtt, mikor egy Erasmus programot elkezdtem, aztán a Covid miatt be is fejeztem igen gyorsan, de annyi lehetőségem volt, hogy átutazzak egyszer Opolén, és mikor megállt a vonat, mert vonattal utaztam Krakóba, megállt Opoléban a vonat, akkor készítettem egy fotót, és hazaküldtem a többieknek, na, hogy itt vagyok a Lengyel-Fehérváron, mármint hogy a testvérvárosokban, és akkor nagyon boldog voltam, hogy egy kicsit láttam ezt a várost is, hát ha csak a pályaudvarát, hiszen sokat hallottam róla, de első benyomásként, szóval gyönyörű, tehát hogy minden egyes lengyel város, ahol valaha eddig jártam, gyönyörű volt, és volt egy ilyen kis Fehérvár feelingje az embernek, mikor úgy ott sétált ott a Rineken, és akkor ott láttam, az meg a másik, hogy ott volt ez a szép oszlop, ahol ugye a testvérvárosok voltak megjelenítve, és ott látni azért Fehérvár nevét, az meg még egy újabb kis darab otthon volt. Sőt, mi voltunk a toppon, a csúcson, az 513 kilométerünkkel. Igen, mert ugye ez mutatja a távolságot Opolével. Igen, és egy szép, nekem gyönyörű élmény volt elsőre. Szerintem még említsük meg mindenképpen. Én is, hogy mondjam, mert én először voltam, én abszolút szűz voltam opoleileg. Tehát ugye az ember hogy gondolkodik, hogy Opole, tehát nyilván volt online megbeszélésünk, ugye volt online polgármesteri beszélgetés a Covid ideje alatt, nem is egyszer. De valahogy az ember azt gondolja, hogy ott Krakó, Wroclaw között, hát azért a két gyönyörű város között azért hát ott van egy körülbelül egy 120 ezeres város, nagyjából akkora, mint Fehérvár, kicsit talán népesebb. És hát, hogy vajon milyen lehet, Katowiceről nem beszélek, mert ugye ez egy nagy iparváros, de tehát ez teljes. Olyan otthon érezte magát az ember, és nagyon hangulatos, főleg az Odera partja, illetve hát lengyel az Odra partja, illetve az Odra által alkotott szigetek nagyon hangulatossá teszik. Maga a víz jelenléte, és hogy igenis ott is ilyen középkori épületeket újítottak fel, meg egy barokk belvárosa van, meg reneszánsz főtere, ott is van a városház előtt egy lovas szobor, tehát ezek ilyen kicsit olyan... Ahogy te is remutatod, hogy otthonos. Meg hát azt láttuk, hogy a kultúra, ugye te is, mint aki kultúrában nagyon sokat részt veszel, ugye fehérvári kulturális életben, ugye azt láttuk, hogy le voltál nyűgöző. A színházuktól, a könyvtáruktól, mindentől. Könyvtárak, színházak, tehát van külön báb és művész színházuk, van ugye a város által fenntartott Opolei Drámai Színház, akkor van a Filharmóniának egy gyönyörű hangversenyterme, nagyon jó közösségi terei vannak a Városi Könyvtárnak is. Uh-huh. Ott ugye voltunk, tehát ott volt pont a vita a Városi Könyvtárban. Igen. És az egyetemi kampuszt is említsük akkor, meg a látványosságok között, mert az még nekem is új volt. Uh-huh. Tehát az egyetemi kapcsolatok még kiaknázatlanok, úgyhogy felhívás. Igen, tehát láttuk, hogy rengeteg épülettel rendelkeznek. És mondták is talán, hogy 15-20 ezer diákság létszáma. Tehát az azért a 120 ezeres városhoz képest azért az jelentős. No, hát remélem, hogy ebből a kis beszélgetés részből Opoléhez kedvet kaptak azok, akik még nem voltak ott, vagy hát felhívtuk a figyelmet arra, hogy még hol lehet ilyen partnerségi kapcsolatokat kialakítani. És most zajlanak egyébként a napokban a Lengyel Dalok Fesztiválja. Uh-huh. Idén 60 éves ez a rendezvény. Erre nagyon, nagyon büszkék a szigeten, a szigetükön létrehoztak egy nagy arénát, Amfiteátrumot, így van, nem arénát, hanem amfiteátrumot, és na, most napokban pont a Facebookon ugye követem Opolét. Óriási hagyomány. Azt én is láttam, hogy a hölgy, akivel az önkormányzattól kapcsolatban voltunk, ő vele ugye most már mi is kapcsolatban vagyunk, és így látni, hogy
mi mindent történik ott, eszméletlen hangulatú esték vannak. De azt ne felejtsük el, hogy most volt a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 25 éves jubileuma, és szerintem azt azért még említsük meg, hogy a Klub Polónia elnöke egy nagyon rangos állami kitüntetésben részesült, akivel ugye volt szerencsénk együtt utazni, és hát tulajdonképpen ő volt az, aki kalauzolt minket, és ő tolmácsolt nekünk, és most a hétvégén átvehetett egy ilyen rangos elismerést, ezt azért még mindenképpen Andrzej miatt mondjuk el. Igen, Andrzej Stratevski, Klub Polónia elnöke, Andrzej Dudától, a lengyel elnöktől kapott a két nemzet ápolása, barátságának erősítése, és amit tett a magyarországi lengyelek területén, egy lengyel tiszti kereszt érdemrendet, és ezt nagykövet úr is adta át neki, lengyel nagykövet adta át neki Székesfehérváron, Szent István terembe. Nagy büszkeség volt, és nagyon, nagyon örült neki az Andrzej, és mi is büszkék lehetünk, hogy van a városunknak egy ilyen polgára, aki ilyen magas állami kitüntetésben részesül, hogy gratulálunk. Innen is gratulálunk neki, így van. Igen, meg ahogy megérkeztünk, ugye délután, késő délután Opoléba elfoglaltuk a szállásunkat, és akkor Andrzej volt az első, aki, na gyertek, és megmutatom nektek a várost, és elmegyünk, és egy jó 2-3 órán sétát tettünk Opoléba. Hát ez felejthetetlen volt, ez az idegenvezetés, ez a minden körről tudok valamit mondani, igen. És ezt mind érdekesen és egyáltalán nem unalmasan. És ebben az a szép, hogy Andrzej Fehérváron is tudja ugyanezt. Ő tényleg oszlopos, oszlopa annak, hogy Opolével ilyen jó, és tényleg bizalmi kapcsolat van a két város között, és őre mindig számíthattunk az elmúlt évtizedekben, úgyhogy ezúton is hálásan köszönjük neki. És még nagyon sok évet kívánunk mindenkinek, hogy ebben a kapcsolatban, mert szükségünk van rá. Így van. Igen. Meg emlékezz visszaheti, amikor szerveztük a Lengyel-Magyar Barátság napját is, tehát hogy felhívtuk a lengyel kultúrát, Lengyel Kulturális Intézetet az Andrássy úton Budapesten, a Lengyel Múzeumot ugye Kőbányán, hogy rögtön, hogy hát ez Andrzej Stratevski, tehát hogy rögtön képbe voltak, hogy van egy Andrzejünk, tehát ez jó érzés volt, nagyon jó érzés volt. No, egy picit beszéljünk akkor másról is, rólatok, mert ugye a felvezetőmben elmondtam, hogy kicsit jobban ismerjünk meg titeket. Szerintem kezdjük veled, Eti, mint hölgyel. Ugye az önkormányzatnál nemzetközi kapcsolatokért vagy felelős. Mi az a terület, amit most nekünk látnunk kéne mondjuk belőled? Mi az, amit csinálsz a hétköznapokban? Nagyon sokszor van, hogy mondjuk járunk forgatni, és mondjuk egy-egy nagykövet akár érkezik, akkor te ott sertepertész, tolmácsolsz, bizonyos rendezvényeken, ha külföldi kapcsolatokról van szó, akkor biztos, hogy ott vagy. Igen, 2006 óta dolgozom én az önkormányzatnál, gyakorlatilag ebben a munkakörben, illetve rendezvények szervezése is, ugye ez egy irodához tartozott a kezdetek kezdetén. Úgyhogy nagyon sok olyan munka van, igen, az elmúlt évtizedben, vagy hát lassan most már kettő, amikor mi találkozhattunk, illetve a háttérből én ezt segítem, gondozom ezeket a dolgokat. Pont mondtam a polgármester úrnak idefele jövet, hogy ez a fajta szereplés, ez nekem egy kicsit idegen, tehát én nem szeretek előtérbe kerülni, de a háttérmunkát viszont nagyon szeretem csinálni, és igazándiból ebbe azt gondolom, hogy kellő rutint is szereztem már az elmúlt években. Egyébként Veszprémben végeztem, a többek között angol szakon, úgyhogy ez indított el talán ebbe az irányba, de gyakorlatilag a véletlenen múlt, hogy én ide az önkormányzathoz kerültem. És igazándiból ez a nemzetközi kapcsolatok, testvérvárosok kapcsolatok ápolása, ez nagyon a szívemhez nőtt. Nagyon megszerettem, nagyon sok a személyes szakmai kapcsolat, ami tényleg az elmúlt években ki tudott épülni. Nagyon szeretem csinálni. Ez azt is jelenti, hogy akkor sokszor jársz külföldre például, mint most hát adott is? Esetben a delegációkat, hogyha kell segíteni, igen, akár tolmácsolással, meg hát maga a szervezés. Tehát ha nem is vagyok a delegáció tagja, akkor ugye a szervező munka az mindenképpen itt összpontosul. Az is egy fontos eleme a kapcsolatoknak az építésének, hogy tartani kell a városházákkal, az együttműködésekhez, a kontaktokkal a kapcsolatot.
Egyébként most van kilátásban bármilyen újabb testvérvárosi kapcsolat kialakítás? Mindig van, mindig van. Ezek természetesen hullámoznak. Tehát azt látni kell, hogy több mint 10, szerintem lassan már 15 várost is említhetnénk simán a listában, amivel Fehérvár együttműködik. De ezek természetesen hullámoznak, változik, hogy melyik évben kivel tudunk. Anyagilag sem lehetne természetesen ezt mind bírni, tehát ezt is meg kell határozni, hogy adott évben mi legyen fókuszban, akár évforduló kapcsán, akár egy pályázat kapcsán, akár csak azért, mert bejelentkezik egy olyan civil vagy kulturális szervezet, aki abba az irányba el szeretne lépni, vagy másik oldalról a testvérvárosból jön egy olyan impulzus, amire abban az évben úgymond rá lehet ülni, és lehet programot szervezni vagy generálni. Úgyhogy ez egy nagyon dinamikus munka, én úgy érzékelem, tehát én így látom, és ez adja ennek a szépségét is, hogy minden évben adott esetben más és más a fő profilja. Uh-huh. És hogyha mondjuk egy napodat kellene elképzelnünk, akkor az hogy néz ki? Hát hivatalnok vagyok, úgyhogy azért ez is a része, természetesen ezek ilyen extra pillanatok, amikor benne vagyunk akár egy pár napos programban, és akkor pörgés van reggeltől estig, de ez természetesen nem egész évben zajlik. Tehát tényleg nagyon hullámzó a munkamenet is, hisz van ennek egy papírozása és egy kemény hivatali háttér, hisz mindennek meg kell felelni. Mondhatjuk ugye azt, hogy ez is közpénz, tehát nem mindegy, hogy mire költünk, nem mindegy, hogy mennyit. Ez az árnyoldala. De azt gondolom, hogy nagyon jó lehetőségeket kínál Székesfehérvár önkormányzata. Tehát az, hogy van egy külön büdzsé, egy keret, amit minden évben ennek szentelhetünk, a nemzetközi kapcsolatokért is felelős alpolgármesterekkel, most ugye éppen Zsolt viszi már ezt pár éve, de korábban ugye Róth Péter alpolgármester úr volt ennek úgymond a gazdája, és természetesen polgármester úr is ebben nagyon aktívan részt vesz, és az nekem nagyon fontos, hogy az ő visszajelzése jó, és hogy ő is szereti, aktívan támogatja ezeket az együttműködéseket, ez nagyon fontos. Uh-huh. Zsolt, szerintem azt elmondhatjuk a nézőknek, hogy mi már hosszabb ideje ismerjük egymást, nem csak azóta, hogy így a tévén keresztül találkozunk, és furcsa is volt szerintem az első interjú, amikor elkezdtünk egymással interjúzni, de hogy ugye amióta alpolgármester vagy, azt már feltettem egyébként Opoléban ezt a kérdést, mikor először volt egy kis időnk beszélgetni erről, hogy érzed magad, mint alpolgármester. Ezt elmondod a nézőknek is, hogy most ugye 19-ben lettél alpolgármester, ez alatt a 3 év alatt, most már 4. Milyen az a munka, amit te végzel, és mennyire élvezed? Nagyon élvezem, nagyon sokrétű, és ugye a nemzetközi kapcsolatokra így kihelyezve, nem egyszer mondom az Etinek, de Eti, én néha úgy érzem magam, mint ha valami külügyminisztériumnak, külügyes külgazdasági minisztériumnak lennénk valami regionális irodája, vagy szervezete, mert nagyon nagy a jövésben és diplomáciailag is természetesen itt vannak a testvérvárosok. Én ezt nagyon élvezem. Élvezem ezt a pörgést, élvezem ezt a van mindig mit tenni, tehát ez egy nagyon jó dolog, meg hogy van a közért mit tenni. Tehát az mindig benne van az embernek a gondolatában, hogy mi az, ami a Fehérvárnak jó, és mi az, ami ebből a fehérváriaknak jó. Tehát ezek lehet, hogy nem mindig azonnali dolgok, hanem nyilván közép vagy hosszú távúak, de ez egy fontos dolog, hogy ez magadba vagy magamba ugye így lehet tisztázódjon. Azt majd később megbeszéljük, hogy teljesen más szektorból jöttél, igen. De hogy maga az alpolgármesteri munka, az mi mindent takar? Azon kívül, hogy, mert ugye nagyon sokrétű tényleg, hogy találkozunk egy-egy eseményen, ahol mondjuk megnyitsz egy kiállítást például, de hogy ez még azért ennél sokkal több. Igen. Természetesen. Tehát ugye van egyszer a területekkel való egyeztetés, cégekkel, kulturális intézetekkel, nemzetközi dolgokkal, bármiben így. Tehát, hogy mindenhol ott kell lenni majdnem szinte. Uh-huh. Jó, tehát ez egy jó dolog. Nyilván ezeknek a koordinálása, információ, átadása, információvétele, tehát, hogy de meg akkor plusz még egy sok protokollal jár ez együtt. Uh-huh. Tehát,
És nem egy 8-tól 4-ig, és nem egy hétfőtől péntekig tartó munka. Nem, tehát ugye most a hétvégén, mert például, tehát azon kívül, hogy Andrzejt kitüntetésén ugye részt vettünk, ez délután 5 órakor volt szombaton a Szent István teremben, mert 7 órakor már ugye mentem a Színházi Olimpiának az előadására, a Temesvári Csiki Gergely Állami Magyar Színház jött Pirandello negyedik Henrikével vendégszerepelni, és nyilván ott is részt venni, vagy fogadni a vendégeket. Tehát, hogy ez benne van az is, hogy akik jönnek hozzánk, otthonosan érezzék magukat, meg érezzék azt a gesztust, hogy fontosak a város számára. Meg fontos a város számára. És zágrábiak azok nagyon-nagyon jól érezték magukat. Temesváriak szintén. Ezek ilyen, lehet, hogy ilyen apró gesztusok, de mégis fontosak. Amikre majd későbbiekben lehet építeni. És hát ez alatt az utazás alatt egyébként kiderült számunkra, szerintem. Én azelőtt is tudtam, hogy nagyon szeretsz utazni, és sok helyen megfordultál már, de hát ott egyébként a buszúton szerintem te kalauzoltál végig minket, és mondtál Szlovákián keresztül, tényleg Csehországon keresztül mindenről mindent. Úgyhogy ez az utazás mánia, ez honnan? A nagyapámtól. Szerintem a nagyapa, meg szerintem mind a két nagyszülő, tehát a Móri nagyszülők is, meg a fehérváriak is, tehát a Lernerág és a Körösság, az tehát így mindig mindenki szeretett jönni-menni, tehát emlékszem a Móri nagymamára is, a Körös nagymamára, hogy hát ő egyszer ment, nagypapa már beteg volt, és akkor mentem így ki, mint unoka, 10 éves voltam, és akkor mondom, fiam, én olyan rosszul vagyok, hogy el kell menjek Pestre, és akkor felállt, pont a busz megállónál laktak, felszállt a buszra, és akkor tulajdonképpen kibeszélgette magát a buszon, leszállt, akkor még az Erzsébet téren volt, vagy nem tudom, mi volt az előző neve, a központi autóbuszállomás, és akkor elment a Deák Ferenc utca, Vörösmarty tér, Váci utca, és jött vissza, és akkor, mint akit kicseréltek, úgy olyan volt. Lehet, hogy ez egy ilyen kis terápia is, de tulajdonképpen ott kibeszélgette magát így a nagyé. Lerner nagyapáék pedig, hát ő nagyon sokszor vitt magával bennünket, öcsémet is, engem is, tehát úgy, sőt, valamikor egy csapat gyereket összeszedett, és akkor elmentünk Krakóba, a Krakóvia Express-szel, akkor még nem voltak Intercity-k, és ott voltunk 2-3 napot, megmutatta nekünk a várost, az épületekről beszélt, az ottani művészekről, a művészetről, az építészeti stílusokról, de így voltunk Prágában 19-szer nagyapával. Tehát, hogy ő, és hálát adok a sorsnak, hogy meg hát nagyapának, hogy ő ebben így ebben bontakozott ki. Ez egy nagyon-nagyon jó dolog, és ez megmaradt bennem, hogy nem szeretek egyébként ilyen hosszú távokra utazni. Tehát ilyen, hogy Tájföldre alig lehetne elkergetni, vagy nem tudom én Ausztráliában sem szívesen mennek. De maga az, hogy Közép-Európa, és abból is így Közép-Európa, tehát amikor annyira otthon érzed magad, hogyha téged ejtőernyővel vonta valaki még a bankba, hogy figyelj, hogyha téged kilőnének az ágyúból, és akkor valahol leesnél, akkor te fölpattansz, és akkor itt vagyok, és akkor na, elmegyek ide, meg ott veszek, mit tudom, ezt, meg azt. Tehát, hogy én nagyon otthon érezni magam, és ez egy nagyon jó dolog, így mondhatni a monarchia területén. És melyik a kedvenced? Van ilyen? Jaj, nagyon sok kedvencem van, tehát ez mindegyiket másért szeretem, úgyhogy nagyon. Most nyáron majd egyébként Morvaországba készülök, tehát majd Morvakarsztot egy kicsit megnézni. Brünót nagyon szeretem, tehát azt úgy mondtam is nektek, hogy tehát vannak olyan helyek, amelyek persze gyönyörű Telcs, meg Český Krumlov, amik műemlékvároskák. Az ember oda megy, megnézi, megtapasztalja ezt a hatalmas értéket, ami ott van, építészeti értéket, és tulajdonképpen, ha meg elmegy Brünóba, akkor meg azt értékelem én legalábbis ebben, hogy hát itt van egy iparváros, és hogy ebből az iparvárosból milyen élhető várost hoztak létre, milyen magas kultúrával, mennyi színháza van, mit tudom én, mennyi, akár kereskedelme milyen fejlett, mennyi galéria, meg az ipart hogy sikerült mondjuk egy IT szektorát
avanzsáljuk. Tehát ezek mind olyan, lehet, hogy ilyen finomságok vagy, amit, de valahol itt egy marha nagy, nagyon nagy érték itt benne az embernek, és ezt értékeli. Meg, hogy rendben van a város. De ugyanezt nagyon jó hallani Fehérvárról is, akik mondják, hogy ide látogatnak Fehérvárra. Egyébként ez nagyon jó visszajelzés számukra, akár magas protokoll, akár bármely civil csoport érkezik, nyugdíjasok vagy zenészek, és csomószor megkaptuk az elmúlt években, hogy hú, de szép, de tiszta, ilyen gyönyörű, és ez jól esik. Jó, nagyon jó, nagyon jó. Tehát innen adódik ez a dolog. Én szeretem. Te meg még közülünk a legfiatalabb vagy, de csak egy kicsit fiatalabb. Hát akkor mutassuk be azokat a területeket, amiben te tevékenykedsz most. Ugye a nézők, hogyha követik a híradásainkat, akkor azért láthattak téged már akár versünnep kapcsán, akár színjátszás kapcsán, ugye, és hát szerintem nagyon sokrétű személyiség vagy te is, meg hát ugye most még egyetemista vagy. Mesélj egy picit, hogy igen, most az egyetem a fő prioritás, de igen, én 2014-ben nyertem felvételt a Ciszterci Szent István Gimnáziumban, és ugye ott is érettségiztem 18-ban, de az a 4 év tulajdonképpen az, ami elég erősen meghatározta azt, hogy ki vagyok tulajdonképpen ma. És ebben nagyon sokat köszönhetek a városnak, hiszen olyan lehetőségeket biztosítottak nekünk fiataloknak, egyszerű tinédzsereknek, amelyeket nem feltétlenül kap egy másik kortársam. Én ugye tulajdonképpen a Matúz János kezei alatt nevelkedtem több velem egykorú barátommal együtt. 2 évadon keresztül volt szerencsém játszani itt a Vörösmarty Színházban, először a János Vitézben, utána pedig a Tündér honvándoraiban, ami ugye a Csongor és Tündérnek volt egy átirata. És hát ugye a város részéről pedig a versünnep volt. Én emlékszem, mikor felvételt nyertem a gimibe, ez volt szerintem az első kérdésem, hogy mikor mehetek majd versünnepre. Mert a versünnepet láttam már általános iskolás koromban, és hát ugye általános iskolás még ugye nem jelentkezhet, vagy hát akkor ugye nem jelentkezhetett a versenyre, és mikor felvételt nyertem, akkor ez volt az első olyan dolog, amit megpróbáltam. És hál' Istennek több alkalommal is döntőbe jutottam, és ezáltal ugye elmehettem Erdélybe, és elmehettem Csíkba, ahol ugye hál' Isten azzal a közeggel együtt mentem, akikkel ugye később színházat is csináltunk tulajdonképpen, így egy nagyon erős közeg, egy nagyon erős csoport jött létre, és velük együtt tulajdonképpen itt a színház és a kultúra vonalán tevékenykedtünk, még egyszer mondom, itt a városnak a segítségével, tehát itt az ünnepi műsorok, szerintem mindenki emlékszik a 2016-os ünnepi eseményekre, ugye ez az 56-os forradalomnak a jubileumára, amikor Csepel teherautóval végig gyorsultunk a főutcán, és tankkal lőttünk, és újra fölelevenítettük a forradalmi eseményeket, tehát hogy meg hát a floráliáról az ember ne is beszéljen, tehát hogy ezek olyan dolgok mind, amik... Koronázási szertartás játék. Hát az meg a másik, igen, az 2018 volt nekem az első. Akkor úgy jól beletaláltam, meg hát nagyon jó volt, hogy és nagyon örültem, és nagyon megtisztelő, hogy meghívtak a koronázó püspök szerepére, ami egy ilyen kis hálás szerep volt maga a nemében érdekes, és én nagyon szerettem, és azt több éven keresztül tavalyig vihettem, és hát ugye tulajdonképpen ez volt akkor a fő profil, most ugye 18-tól meg ugye az Eötvös Loránd Tudományegyetemen vagyok, és ugye angol történelem a szakpárom, osztatlan tanárképzés, hát ez egy 6 éves buli, úgyhogy ez nem egy olyan rövid dolog, de most ez az 5. év volt, úgyhogy még 1 év, és most hát ha minden jól alakul, akkor szeptembertől a Ciszterben fogok tanítani, gyakorlatra oda megyek, úgyhogy visszatérek, úgyhogy mondtam is, hogy ha 5 év nem volt elég, 4 év nem volt elég belőlem, akkor most még kapnak még egyet minimum remélhetőleg, úgyhogy most jelenleg ez a... És egyébként azt ne felejtsük el, hogy a Vörösmarty Rádióban gyakran lehet téged hallani. Igen, kedreggelente ott, igen, Séla Zolival együtt bomlasztjuk az étert, úgyhogy hál' Istennek mindig van egy kis elfoglaltság. Én is tulajdonképpen itt rá tudok csatlakozni arra, amit itt Zsolt mondott, hogy
Nekem az, hogy ha valamit csinálhatok, tehetek valamit, akkor az egy ilyen értető erő dolog. Tehát, hogy én azt, amit csinálok, hogyha kérnek valamire, legyen az a város részéről, vagy bárki részéről, én mindig próbálom a lehető legtöbbet, a legjobbat nyújtani, hiszen azért mégis így adok vissza én is valamit, most ha itt maradunk a városos példánál, Székesfehérvárnak, tehát hogy annyi minden jót kaptunk, hát ha máshogy nem is, akkor így próbálok én is valamit visszaadni. Hát most ez egy versmondásban, vagy egy ilyen delegációban való részvétellel mutatkozik meg, jaj, de rossz nekem. Ugye, hát ugye akkor mindegy, de az a lényeg, hogy végülis tényleg, ami Fehérvára annyira jellemző, hogy a jó közösség, a jó emberek közössége, az mindig is egy ilyen jó dolog volt. Az én életemben is szerintem itt sokak életében. Meg azért jegyezzük meg, Domonkos, hogy az idei évadban ugye a Petőfi Rockban láthatott a nagy érdemű. Abban nem láthatott. Nem? De most sajnos volt. Nem. Nem, semmiben. Én 18 óta nem. Nem, hát, nem vagy, hát pontosabban a szertartás játékban volt, ugye nyaranta, de ugye 18-ban lett volna a Pál utcai fiúk, csak ugye abban meg nem tudtam aztán végül szerepelni, mert ugye ott egy érettségi volt, és akkor azt nem. Győződve, hogy őt látom a színpadon. Nem, úgyhogy abba sajnos nem, de hát meglátjuk. És lesz még egyébként hasonló jellegű, vagy vannak tervben ilyen jellegű szereplések? Hát most kéne megragadnom az alkalmat, és itt tenni egy nagyon jó utalást, hogy remélem. Tehát, hogy remélem, én nagyon szívesen bármikor. Volt egyszer, mikor igazgató Vörös Marti Színházból keresett, hogy ott a Trianon, van esetleg, csak akkor is egyetem első év volt, tehát ott sem mertem nagyon ott vállalni, hiszen most úgy van az ember, vagy én úgy vagyok vele, hogy most valahol fél melót tudok, vagy fél munkát tudok nyújtani, az ugye nem feltétlenül jó senkinek se. De hát, hogyha amikor van ilyen, azért most a királynapoknak a megnyitójában is dolgoztam újra tavaly a Matúz Jánossal, tehát, hogy ahol esetleg úgy gondolják, hogy az én munkámra szükség van, én ott mindig nagyon-nagyon örömmel, úgyhogy ez a reklámhelye. Nekem is van egy projektem éppen a Matúz Jánossal, úgyhogy majd beszélek vele. No, ez csak vicc volt. Picit beszéljünk akkor arról, hogy már azért valamennyire említettetek múltat, illetve említettünk múltat mindegyőtöknél, csak egy picit nézzük meg azért, hogy hogyan jutottatok el odáig, ahol most vagytok. Neked az angol nyelv az mióta van az életedben, és honnan indult el? Ugye Veszprémbe jártál suliba. Veszprémbe jártam, azt említettem. Hát mindig angol szakos voltam, és egy kicsit mindig olyan szomorúsággal, hogy persze a német is mindig ott volt mellette, de németül sajnos nem beszélek, még hogyha illene is, és volt tanáraim, szerintem, ha találkozom velük, akkor ezt azért meg is jegyzik. Úgyhogy igazándiból kell egy kommunikációs nyelv. Ugye az az angol, az a lingua franca, amit a mai napig is könnyen tud az ember hasznosítani, úgyhogy igazándiból ez egy szerencsés dolog, és egy elengedhetetlen eszköz a munkához. De természetesen számos alkalommal dolgozunk együtt más tolmács kollégákkal is, úgyhogy olyankor mindig érdeklődéssel követtem az ő, hogy ők hogyan oldják meg adott esetben a nyelvi akadályokat vagy feladatokat. Ez is szakmailag is mindig egy érdekes elem. Számomra is, meg hogyha szakkollégát hallgathatok akkor is. És te az egyetem után egyébként, akkor az azt jelenti, hogy angol szakos voltál, tanár is? Igen, angol és számtek tanár gyakorlatilag. És tanítottál is valaha? Nem. Ez tényleg nem számoltam én azzal, hogy nem leszek tanár, hogy alapjáratban elindult ez a pálya itt az önkormányzatnál, de aztán így hozta a sors, hogy pont kilépett. Ugye Beller Robi, aki vitte hosszú évtizedekig talán a nemzetközi kapcsolatokat, és akkor egy külföldi munka révén, egy költözés révén kellett hirtelen távoznia, és akkor kerültem úgymond én be a képbe, mint frissen végzett tanár, vagy aki angolul ugye jól tud kommunikálni, és akkor igazániból hozta magát. Tehát az első 10 év az a nemzetközi kapcsolatok mellett, ugye a rendezvények, a városi protokoll események, nemzeti ünnepek, koszorúzások, maga a közművelődési irodán dolgoztam, tehát ez is a része volt, és ezt is nagyon szerettem. Tehát maga a rendezvény szervezés igazándiból, ami az első feladat volt a nemzetközi kapcsolatok mellett,
vagy a testvérvárosok ápolása mellett, testvérvárosi kapcsolatok ápolása mellett, de gyakorlatilag a városokkal is szervező munka az alapja. Tehát ez is nagyon fontos része a munkának. Uh-huh. Doma, picit menjünk vissza rád. Ugye a ciszterci gimibe kezdtél, az egyébként ez egy nagyon erős iskola, szerintem tényleg az is volt, mindig is féltünk még, mikor józsefesekről beszéltünk, hogy úristen, hát ők nagyon-nagyon tudnak, és most is az van, pont ma jártam ebben az iskolában, mondjuk egy kicsit könnyedebb témában, de tényleg mindig azt látja az ember, ahogy oda belép, hogy itt annyira eltökélt fiatalok vannak, és tényleg, amikor nyilatkoztatok régen is, a veled egykorú fiúk, lányok, mindenkinek annyira megvolt már, hogy mit akar csinálni, egyetemre megyek. Valahogy azt éreztem mindig velük kapcsolatban, hogy ott sik a tanulás, tehát hogy máshol lehet, hogy inkább az van, hogy ugyan már, nem már, fiatalok vagyunk, és a többi. Itt viszont szerintem inkább az a baj, ha valaki nem tanul, vagy nem, jól látom. De pontosan, tehát van egy ilyen, van egy olyan közeg, ami tulajdonképpen arra sarkalja az embert, hogy nyomja és csinálja, amíg lehet. Ez tulajdonképpen mind a tanulásra és mind az egyéni értékeknek a megmutatásában is tetten érhető. Tehát én azt vettem észre, hogy a Ciszterben nagyon nagy hangsúlyt fektettek, és fektetnek a mai napig arra, hogy minden tanulóban, gyermekben megtalálják azt az egyéni pluszt. Tulajdonképpen, amivel egyrészt maga is kiteljesedhet, és az iskolának is tulajdonképpen hírnevet szerezhet, és tovább öregbítheti a gimnáziumnak a jó hírét. Tehát én, nekem az egy nagyon nagy megtiszteltetés volt, és nem láttam jönni azt az eseményt, amikor a ballagásomon elismerést kaptam. Tehát kaptam egy gimnáziumi plakettet a kulturális munkáért, de tulajdonképpen tehát volt és van is egy olyan közeg, ami azt mondja, hogy nyilván tanulni kell, és most főleg, hogy ugye látom már tulajdonképpen a katedra túloldaláról a dolgot, itt csak meg tudom erősíteni azt, hogy tehát van egy olyan szellemiség, hogy a tanulás az egy megkérdőjelezhetetlen dolog, azt csinálni kell, az egy hivatás tulajdonképpen, amit te űzöl, és amellett nem elhanyagolva természetesen az alapvető fontosságú dolgokat, megmutathatod, lehetőséged van arra, hogy mi vagy és ki vagy. Tehát, hogy engem ott a legvégsőkig támogattak a színházas dolgaimban. Legyen szó itt a hiányzások kérdéséről, tehát én sose felejtem, hogy volt egy olyan időszak, mikor sok színházi elfoglaltság volt, és gyűltek a hiányzások, minden természetesen igazolva lett, de sok lett, már közel volt az a misztikus szám, amit most nem fogok kimondani, mert akkor biztos, hogy nem fognak örülni, de lényeg, hogy sok volt a hiányzás, és mondták, hogy na most abban az esetben, ha ez igazolva van, akkor ezzel nincs probléma, hiszen ez a hiányzás, ez tulajdonképpen az iskoláért végzett munkának a eredménye volt. Tehát, hogy volt egy ilyen támogatás, és onnan szerintem az ember, hogyha jól tanul, akkor egyenes útja van az egyetemre, egyenes út vezet arra fele, hogy ő jobban, talán egy kicsit jobban boldoguljon is az életben. És miért pont az angol történelmet választottad? Törít mindig szerettem. Nagyon szerettem. A nagyszüleimnek köszönhetően mindig is volt egyfajta történelmi vonal a nevelésemben, neveltetésemben. Tehát sose felejtem el, mikor voltam szerintem 6 vagy 7 éves, és az anyai nagymamám elvitt Nagycenkre, és Sopronba, és megnéztük a Széchenyi mauzóleumot, és ez egy olyan élmény volt, hogy a meghatározó élmény volt, hogy tulajdonképpen szerintem annak köszönhetem ezt a fajta érdeklődést, és szerintem, és most viccen kívül előbb tudtam, hogy mi van a Széchenyi mauzóleum bejárata fölé írva, mint hogy az első, nem is tudom, mondjuk gyerektalomat vagy gyerekmondókámat megtanultam. Tehát, hogy van egyfajta nevelés. Az angol pedig hát harmadikas vagy negyedikes korom óta tanulom, tehát ez egy elég szerves része az életemnek, amit nem is gondoltam volna soha, hogy ennyire szerves lesz tulajdonképpen. És hát az egyetem alatt meg hát pláne hangsúlyt kapott, tehát tulajdonképpen minden nap használom, és szeretem is, de nem egyszerű, de mégis a szívemhez talán a történelem áll egy kicsit közelebb. Tehát néha vannak ilyen jutalommelók is, amit most itt ezzel a delegációval voltak, hogy mégis az ember... Engem például nagyon meglepett, hogy lefordították az angolomat lengyelre.
mert visszahallgattam a Facebook eseményen a lengyel közvetítést, és nagyon meglepődtem, és ültem a gép előtt, mondtam, úristen, mondom, ideig is eljutottunk, hogy lefordítottak lengyelek. Ha valami nagy ember lennék, miniszter, azoknak szokták a tolmácsot fordítani, és akkor egy kicsit meglepődtem. A lengyel szinkron hangom érdekes volt, hogy jó mély lengyel hangom. De hát igen, tehát hogy szerves része, és szeretem. És mind a kettőt fogod tanítani a Ciszterben? Reméljük. Hát most ez nehéz, ezt nem lehet nagyon megmondani, hogy most hogy merre. Gyakorlat alatt igen. Hát majd utána... Reméljük. És milyen jellegű tanárnak képzeled el magad? Szigorú leszel, vagy laza? Van most egy év, kétfél évnyi rövid gyakorlat a hátam mögött, és azt vettem észre, hogy amikor kell, akkor szigorú tudok lenni, mert nekem is érdekem az, hogy a gyerek, aki ott velem szemben, az jól teljesítsen, mert ez az én munkámat is minősíti, meg nyilván saját magát is. Tehát ilyen értelemben én mindig azt mondtam a diákjaimnak, hogy ha ti jó fejek vagytok velem, akkor én is jó fej leszek, de ez mondjuk lehet, hogy abban nyilvánul meg egyszer, hogy mondjuk hallgatunk zenét óra előtt, ami amúgy egy nagyon nagy, egy nagyon jó eszköz volt például, vagy abban, hogy mondjuk egy dolgozatnál mondjuk kicsit lágyabb a szívem, és jobban pontozok, de nyilván, amikor megköveteli a helyzet, akkor tudok, hogy is mondjam, egy fokkal kellemetlenebb is lenni. De hát ez egy ilyen biznisz, szerintem a pedagógusi lét, az a rugalmasságon alapul már magának a pályának a karakterisztikájából adódóan. Úgyhogy én is rugalmas próbálok mindig lenni. Hát eddig jól működött, ameddig nem zavarnak ki a teremből, és dobálnak meg, addig végül is. Addig jó. Szeretnék egyet hozzáfűzni, hogy nagyon nagy szükség van jó pedagógusokra. Az én munkámban is, talán mostanában az elmúlt pár évben nem volt annyira jellemző, de ezt azt gondolom, hogy elsősorban a Covid, és így az iskoláknak egy kicsit háttérbe szorult ugye a közvetlen tanítás is, de az elején határozottan emlékszem, hogy nagyon sokat és nagyon jó projekteket tudtunk tanárokkal, iskolákkal együtt elvégezni, úgyhogy kellenek a jó tanárok, akik aktívak, akik adott esetben a külföldi kapcsolatokat is, vagy a városnak az ilyen lehetőségeit, hálózatát is örömmel kihasználják. Úgyhogy innen is várlak úgymond vissza szeretettel, és reméljük, hogy minél több iskola lát ebben fantáziát, és egyébként a Ciszternek is vannak számos nemzetközi kapcsolata, adott esetben a városházától függetlenül. De nagyon több iskolának a városban nagyon jó kapcsolatai vannak külföldi iskolákkal, és mi mindig örömmel fogadjuk őket a városházán, akár amikor érkeznek diákok. És szerintem az is becsülendő, hogy ma a mai körülmények között tanári pályára mész. Úgyhogy ezért is külön. Egy hete utaztam a Balatonra, és jött a jegyellenőr hölgy, hogy lekéri az országbérletemet, a csippant, és mondtam neki, hogy hát nagy a tömeg a vonaton, mentek osztálykirándulni a gyerekek, és mondta a kalauznő, hogy hát igen, igen, és én így megerősítettem, vagy hát így tulajdonképpen elhintettem magamról a morzsát, hogy remélem, majd én is hozom egyszer az én csapatomat, és megnézett a kalauznő, és az, hogy gratulálok, és tovább ment. Úgyhogy ezek szerint így. Na, van még egy kis restanciánk, mert Zsoltnál nem beszéltük még végig ezt a karriert. Kint mielőtt bejöttünk, nem baj, remélem, hogy elmesélem, hogy elkapta a tálcát a kezemből, amivel hoztuk be a kávét, és mondta, hogy jól van, nyugodj meg, én vendéglátásban is dolgoztam. Erre mondtam, hogy én meg a Mekiben is dolgoztam. De hogy azért itt van egy elég erős bankszektorban eltöltött múltad. Egy pár pillanatunk van már csak tényleg a műsorból, de egy picit mesélj erről, kérlek, hogy jutottál el aztán. Ide. Hát a kultúrának köszönhetően 21 évet töltöttem a bankszektorban. Hitelezőként kezdtem, lakossági hitelezőként, majd hát különböző városokban nyitottam meg fiókokat. Tehát úgy végig gondolom, hogy oroszlán kisbér, én nem tudom, tehát hogy mindig valami újat kellett létrehozni. Ez egy nagyon jó dolog volt, kihívás volt, de valahogy úgy hozta ezt a lendületet is. Meg tulajdonképpen, hogy maga tehát én fellengzősen hangzik, de azt a pénzügyi kultúrát, vagy ez a bankkultúrát ott létrehozol egy településen, és hogy az tulajdonképpen tovább merre megy, és sikeres lesz-e, és sikeresen megvalósul, ez többek között rajtad és a kollégáidon múlik. Tehát és ez egy nagyon izgalmas dolog volt, egy nagyon sikeres volt. Én azért büszke vagyok rá, tehát igen, tehát... Így itt a bank, igen. És tulajdonképpen egyszer megkérdezték a bankban, hogy,
hogy mi az, amit te ott el szeretnél élni, érni, és akkor hát én nem vágytam ilyen vezérigazgató, meg én nem tudom, ilyen főnök, olyan főnök legyek. Én mondtam, hogy én valahogy egyszer olyan pozícióba szeretnék kerülni, hogy például a kultúrát támogathassak egy adott településen, és ez hát ez szerencsére megadatott. És ez most megjött. Most is megjött, nem meg még a Bamba igazgató, is. Nem bár voltál az is, igen, hanem igen, mint igen, a polgármester. Igen, és ez egy nagyon jó dolog, tehát ez tényleg egy ilyen beteljesedés. Hát nagyon örülünk ennek. Még a műsor végére tartogattunk egy mondatot, itt beszéltünk a műsor előtt, hogy ha van valami így a munkátok kapcsán, ami vicces, és megosztanátok velünk, vagy emlékezetes, vagy valami olyan, ami szívet melengető, akkor azt meg tudnátok-e osztani velünk. Nagyon gondolkodtok. Itt lesz majd egy vágás. Igen. Neked van esetleg a színházi szerepléseid kapcsán? Ott biztos sok ilyen előfordul. Az a mérhetetlen mennyiségű ember, jó ember, akivel találkozhattam az évek alatt. Olyan emberek, akiket fiatal koromban a tévében láttam. Híres emberek, nagy színészek, de akár mondhatom a kisegítő háttérszemélyzetet. Mindenki, akit ott megismertem, a szószoros értelmében is mondhatom, hogy egy szép, egy gyönyörű ember volt. És ezt hál' Istennek elmondhatom a mostani, még hát kis kezdetleges tanári pályafutásomról is, hogy egyszerűen csak köszönések, rövid megnyilvánulások, egy-egy beszélgetés, legyen az egy nagy színésszel, Mihály Győzővel, vagy Szikor Jánossal, szakemberekkel, híres emberekkel, vagy akár egy diákommal, ezek mind-mind egy pluszt adnak és feltöltenek. És azért az egy mindig jó dolog, mikor bárhol sétálok a városban, mondjuk ez most elsősorban Pesten volt, vagy Pesten érvényesült, és azt hallom, hogy jó napot kívánok, tanár úr, ez akkor egy kicsit azért egy jó érzés fog el, hogy talán amit csinálok, az legyen szó az iskolában, vagy akár időnként a színházban, az talán jó. Reméljük, hogy pár év múlva majd fogunk erről beszélgetni, hogy már milyen tapasztalat van mögötted. Eti, neked van valami? Hát én nem is tudom olyan, tényleg annyira, tehát ezt szoktam mondani az ismerősöknek, kollégáknak, hogy le kellett volna írni, mert hogy a hosszú évek sok-sok eseménye, de egyet azért szeretnék kiemelni ilyen kicsit általánosságban, de elsősorban most az jutott eszembe, hogy a nagyköveteket ugye említetted, hogy nagyon sokat fogadott a város, és az a fajta kulturális sokszínűség, ugye, hogy kell készülni protokollárisan, ez is egy külön világ, és azért érkeznek olyan távoli országoknak is a nagykövetei, akiket nem ismersz, és nem tudhatod, hogy mit várhatsz tőlük, a kultúrájukból kifolyólag neked is föl kell készülni, hogy mit szabad, mit nem. És ezt emelném ki, hogy ez is egy külön kihívás, és öröm, amikor mondjuk házhoz jön a nagyvilág. Uh-huh. Azt hittem, hogy lesz ebben esetleg egy konkrétum, hogy protokollárisan valamit egy kicsit elszóltam. Nem szeretnék semmi kompromitálót, tehát mindenkivel megtaláltuk, azt gondolom, a hangot, bármely ország uh-huh. nagykövete érkezett Fehérvárra, is mindig öröm, hogyha minket választanak. Hát, bármelyik pályafutásod során? Maradok az önkormányzatnál. Engem azt mondom, hogy egy nagyon, tehát a hétköznapi életben olyan természetes dolog, de amikor elmegy az ember közszolgáltatókhoz, céglátogatásra, hogy te úristen, micsoda, mi munka van a szemétszállításban, a vízellátásban, a távfőnél, mennyi ember dolgozik, és hogy mennyire fontos ez, hogy ezek vannak, léteznek, és működnek, ez mindig egy ilyen megdöbbentő dolog, meg hogy amikor hajnali 5 órakor voltunk, vagy 4 óra, 45-kor polgármester úrral, akkor még itt volt a Sörház téren a depónia telephelye, vagy telephelye, és a parkolóban ott álltak ugye a kukásautók, és ugye akkor mentek dolgozni. Tehát úgy olyan embertelen. Ez inkább egy ilyen csodálat, hogy rádöbben az ember, hogy hát azért ez a magától értetődő természetes dolog mögött mi munka van, meg mi
hát mi más embereknek mennyi fáradtsága. Megint az önkormányzathoz, illetve az egyik céghez kapcsolódik, hogy amikor elmész egy másik városba, adott esetben itt valahol Közép-Európában is, látod, hogy ott milyen a fű, meg látod, hogy nálunk milyen a fű, és amikor vagy a parkok, meg hogy mennyi új, kis új fa van, és amikor azt mondod, hogy hát azért, hogy milyen, hogy mi milyen jók vagyunk ebben, és hogy tényleg a parképítőink, a városgondnokság munkatársai, vezetői, tehát hogy mi mindent megtesznek azért, hogy Fehérvár tiszta legyen, Fehérvár zöld legyen, és máshol alig lát az ember új fát. Persze vannak régi nagy ősfák, de hogy az utánpótlásról mennyire gondoskodnak, az azért már egy másik dolog. Kultúra területe meg talán az, hogy ez egy akkora, nekem legalábbis egy olyan nagy ajándék, hogy ugye én nem mindig Fehérváron dolgoztam, vagy inkább nem Fehérváron dolgoztam. Tehát én elmentem Fehérvárról, este hazajöttem, hétvégén örültem, hogyha itthon voltam, és akkor tudtam kiállításokra járni, péntek esti színházbérletem volt is, meg van is. És hogy gyakorlatilag az, hogy most így ebbe az ember jobban részt tud venni. És én azt kérem meg azt, és büszke vagyok rá nagyon, hogy mennyi lehetőséggel tud itthon élni az ember. Hát én őszintén megmondom, Budapestre alig tudok eljutni, mert annyi program van itthon Fehérváron. Úgyhogy ez egy, és kérem a városlakókat is, hogy minél többet látogassanak, ezzel is támogassák a kultúrát. És hát azt hiszem, hogy a nyár az most neked is mozgalmas lesz, mert hát indulnak majd ugye a programok, ott főleg az augusztusi programok azért ott tényleg. Van még egy program, amit ugye említettem, ezt a Morva Karstot, hogy ezt milyen, meg Brunót, és akkor a másik pedig, Európa másik a három közül az egyik kulturális főváros, ugye Veszprém, Temesvár is egy görög város. Temesváron például, hogy ott lesz egy nagyszobású brankus kiállítás, egy világhírű szobrászművésznek a kiállítása. 50 éve nem láthatták így egybe a művét, na arra készülök nagyon, hogy majd elmegyek. Na akkor majd várjuk a beszámolót. Igen. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Sajnos elszállt ez a 50 perc, 1 óra, de nagyon örülök, hogy megismerhettek titeket jobban a nézőink. Én szerintem nagyon sok jót láthattak belőletek, és hát sok sikert a továbbiakban mindegyőtöknek a területén. Köszönjük szépen. És hát az biztos, hogy találkozni fogunk. Így vagyunk. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, ez volt a Nálatok Mizu. A műsorunk most nyári szabadságra megy. Augusztus vége felé fogunk legközelebb találkozni, de addig sem maradnak Nálatok Mizu nélkül, hiszen két hetente a következőkben a kedvenc műsorainkból láthatnak majd válogatást. Köszönöm, hogy velem tartottak. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.